1928, amikor az emlékek még erősen éltek az emberekben, a fájdalom. Kunsa István verset olvasott fel, amit ő maga írt, lent a Dunaparton. Megilletődve állok itt, nem tudom, hogy kezdjem. Mindazt, amit érzek, hogy mondjam el a legszebben. Hogyan lobogtassam az emlékezés zászlaját, hogyan méltassam a vértanú doktor kucsarát. Beszélhetünk sokat arról, hogy mi is szent az emlék. Ilyen mártír előtt gondolhatunk, sosem elég. Utolsó szavai. Most is fülünkbe csengenek. Bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Ezért a szent hely, ez a kis darab terület. Állítsuk fel, tehát itt örök emlékművet. Mi földi halandók, akik erre járunk évről évre, álljunk meg az emlékeket, és imádkozzunk érte. Áld meg és szentel meg sírját, melyben a teste nyugszik, hogy uram örök nyugodalmat neki a te országodban, és az örök világosság fényeskedjék neki, hogy Nem fordítom.